Na most honnan származik ez az egész? Hogy az emberek ide jutottak, hogy nem tudnak gondolkodni. Hát ugye az én előtti, ami korosztály, ugye akik 43 előtt születtek, generáció, ugye 25 éves generáció, tehát a 43 előtt, 1943 előtti generáció, az nem tévén nőtt föl. Nem. Oké? Azt mondja, az én generációm abban a 25 évben már tudott tévén fölnőni. Akik előbb, idősebbek, tehát közelebb voltak az 1943-hoz, nyilván ott kevésbé tévén nőttek föl, minél közelebb kerültünk a 68-hoz, 1968-hoz, annál inkább lehetett mondani, hogy tévén nőtt föl. Illetve 67-hez. Annál inkább tévén nőtt föl. Világos ez? Na most, a tévé milyen hatást kelt? A tévé, tudod, milyen hatást kelt egy gyerekben? Nem a felnőttről van szó. A felnőtt tud különbséget tenni. Tehát a gyereknek van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem tud különbséget tenni. Tehát nem tud például a jó és a rossz között különbséget tenni. Nem tud olyan különbséget tenni, hogyha a szülőknek egymással bajuk van, és vitatkoznak, veszekednek egymással, akkor nem tud különbséget tenni, hogy csak velük van egymással bajuk, vagy vele is bajuk van a szülőinek. Nem tud különbséget tenni. Ezért a gyerek azt gondolja, hogy vele is ugyanolyan problémái vannak a szüleinek, mint egymással. Szóval lényeg az, hogy a gyereknél nincs különbségtétel. Minél kisebb, annál inkább nincs, minél nagyobb, annál inkább van. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy kiskorban különbségtétel. Odaültetik a tévé elé a gyereket, és nem tud különbséget tenni a valóság és a tévében látottak között. Na ez a nagy probléma. És azt hiszi, hogy a tévé ugyanolyan valóság, mint az életben, amit tapasztalt. És így nő föl. Érted? És ezzel, hogy a tévén nőnek föl a gyerekek, vagy videón nőnek föl, most tök mindegy, egy kutya, ezáltal nem tud felnőttként majd különbséget tenni a valóság és a hazugságok között. Világos voltam? Ez pont passzol most ahhoz a témához egyébként, amivel most foglalkozunk a második részben, ugye ebben a hónapban, a gyereknevelés coach képzésünknél. És megnézed, pont így működik. Minél inkább a generációk, illetve a korosztályok, inkább úgy mondanám most, mert nem is generációk, hanem korosztályok, a tévén, illetve filmeken nőttek fel, tehát videón nőttek fel, annál inkább nem tud különbséget tenni felnőttként az egyén a valóság és a hazugság között. Mert ami a tévében van, az soha nem igazság. Érted? Miért? Hát mert az egész az megrendezett. Tehát minden tévéműsornak van rendezője. A tévében nem adnak, nem is adtak le soha olyan tévéműsort, aminek nem volt rendezője. Értitek? Tehát magyarul az a műsor meg van rendezve. Ami meg van rendezve, az nem a valóság. Világos ez? Ezt át kellene látni mindenkinek. Tehát te a tévében soha nem a valóságot látod. Tehát például, mikor egy film után azt mondják, hogy mit tudom én, ennek a családnak a története volt ez.
és a végén akár bemutatják a szereplőket, akkor sem a valóság, mert nem a szereplők játszották el az, ami történt. Világos ez? Hanem a színészek játszották el. Tehát a tévében te soha nem látsz valóságot. Például most bemutatnak, a mai technológiával bemutatnak mondjuk egy robbantást, ahol meghal X ember, olyan technológiával meg tudják csinálni, hogy meg nem mondod, hogy az megszerkesztett volt, vagy levideózott. Meg nem mondod. Nem tudod megmondani. Tehát te tévénézőként nem tudod megmondani. Nyilván az, aki ki tudja elemezni ilyen, mit tudom én, mindenféle szerkesztő programmal, az lehet, hogy meg tudja mondani, de te nézőként meg nem mondod.